Köszöntöm a Mezőtúri Városi Televízió nézőitönök az Árt Kultúra című magazin műsorunkat látják 2017. június 2-án pénteken. A pontos idő 20 óra. Tekintsék meg mai műsorunk tartalmát. Izgalmas kiállítás nyílt a Túri Fazekas Múzeumban. Képeslap kiállítást nyitott a Bodoki Fodor Helytörténeti Egyesület. Ismét egy izgalmas kiállításnak adott font a Túri Fazekas Múzeum. Bencsik Márta, Takács Eszter és Szabó Zoltánné munkáit tekinthetik meg az érdeklődők. A részletekről őket magukat kérdeztük. Bencsik Márta iparművésszel beszélgetünk a mai napon, akinek a Túri Fazekas Múzeum termeiben kiállítása nyílott meg. Szalma gyékény és tyúhéjfonással foglalkozik, de a mai napon hogyan kerültek kiválasztásra azok a tárgyak, amelyiket ma elhozott? Igen, hát vannak a munkáim között olyanok, ami mévesebbek, meg ami vizsgamunkáim voltak, mikor végeztem az iskolát, és ezektől a tárgyaktól nem szívesen szabadulok meg, nem szoktam eladni. Van, amit kiállításra készítek, azt visszük kiállításokra, meg otthon is van egy gyűjteményem, ott is megtekinthető, és vannak használati tárgyak, ajándéktárgyak, amit eladásra készítek, úgyhogy nem minden tárgyat szoktam eladni. Ezekből láthatunk most egy összeállítást, ugye ebből vannak dísztárgyak, illetve használati tárgyak is. Ön oktatja is ezt a fajta mesterséget. A mai fiatalok, a diákok hogyan állnak, mennyire nyitottak ez mesterség iránt? Igen, oktatok, táborokat vezetek, és mindig örömmel tapasztalom, hogy ahova rendszeresen visszajárok, azok a gyerekek nagyon közel állnak ahhoz, hogy a kezüket használják, tudják mire használni, úgyhogy már mikor 2-3 alkalommal részt vesznek egy táborba, akkor már saját ötleteik vannak, saját elképzeléseik. Sajnos elég sok olyan iskola van, aki nem igényli ezt a fajta tevékenységet, és látszik a gyerekeken, hogy esetleg például nem tudnak egy csomót megkötni, pedig én mindig arra biztatom őket, hogy minél többet használják a kezüket, azáltal a fantáziájuk is egyre élesedik, és a probléma megoldó képességük is sokkal jobban fejlődik. És ugye azt lehet mondani, hogy a család is becsatlakozott az önök munkájába, hiszen a két lánya is érdeklődik a kézműveskedés iránt. Ön ehhez mit szólt annak idején? Igen, nagyon, nagyon örültem, hogy nem zárkóztak el a kézművesség szeretetétől. Az fiatalabbik lányom az mindig nagyon szeretett sütni, főzni, így ő a mézes kalács készítést sajátította el. Persze amellett nagyon szeret és nagyon szépen fűzi a gyöngyöt is, úgyhogy megszerette. Az idősebbik lányomat kértem, mikor gyesen volt, hogy segítsen be nekem ebbe a tevékenységbe, mert azért, hogy ugye vásározni jár az ember oda, több száz darabbal kell készülni, hogy legyen termék, és olyan jól dolgozott, hát valószínű, hogy örökölni is lehet egy bizonyos szinten ezt a kézműveskedést. Annyira szépen dolgozott is, akkor gyesen volt, és mondtam, hogy olyan ügyesen dolgozol, szép a munkád, mi lenne, hogyha eljönnél Békés Csabára, és elvégeznéd az iskolát, úgyhogy elvégezte oktatói szinten, játszóházvezetői végzettséget is szerzett, és ő is táboroztat nyaranta, és nagyon szépen a saját elképzelése szerint készíti a termékeit. A Túri Fazekas Múzeum udvarán egy mezőtúri fazekassal beszélgetünk, Takács Eszterrel, akinek nem régiben nyílott itt a mai napon egy kiállítása. Milyen anyagokat hozott el ide erre a kiállításra, hiszen egy közös kiállítást láthattunk, szalmafonást, illetve önöket fazekassággal? De leginkább a mezőtúri tájegységgel, a mezőtúri motívumokkal dolgoztam, tehát ez áll a szívemhez a legközelebb. Tehát mondhatjuk azt, hogy a túri mintával és a túri dekorokkal.
A kiállítás megnyitóján hallottuk, hogy 96-ban önálló műhelyet nyitott. Ez mennyire nyitott a mai, mostanában a városlakók felé akár? Vagy ebben csak ön dolgozik? Ez egy egyszemélyes vállalkozás, egyszemélyes műhely, de bárkinek szívesen nyitva áll az ajtó, tehát szívesen bejöhet, elmondom, megmutogatom, tehát hogy milyenek is, vagy milyen is egy fazekas műhely, de mivel egy személyes, ez azért egy elég kis korlátozott, tehát egy kicsi, de minden megtalálható, ami egy fazekas műhelybe szokott lenni. A mai két másik kiállítóval, a Szabó Zoltánnéval és a Bencsik Mártával milyen viszonyban van, hiszen talán ön az a középpont, aki mind a kettő a másik alkotóval dolgozott már együtt. Igen, igen, Szabó Zoltánnét azt a Népművészeti Fazekas Szövetkezetben ismertem meg, ő már előttem egy pár évvel már ott dolgozott, aztán majd, amikor én ott lettem tanuló, ővele ilyen régi ismerettségem van. Aztán az élet néha elsodort bennünket, őneki gyerekei születtek, elmentek, de mindig visszatért oda. Én is ott dolgoztam, tehát az ismerettség innen van, majd amikor én eljöttem, azután is tartottuk a kapcsolatot, hiszen nem csak mint régi barátság, hanem mint a munka is összekötött bennünket. Bencsik Mártát azt igazából a vásárok által, és beléptem egy egyesületbe, aminek a Békés Megyei Népművészeti Egyesület a neve, és a Bencsik Mártát azt ott ismertem meg, és ő is egy olyan alkotó, aki járta az országot, a fesztiválokat, a különböző gasztronómiai rendezvényeket, és akkor egyszer annyira úgy gondoltuk, hogy akkor miért ne mennénk együtt, hisz a két tárgy együtt nagyon jó, a szalma és az agyag, gyakorlatilag mind a földnek a földből terem ki, ugye a búza, a búzaszalma, az agyagot a földből, és aztán azóta is sok-sok rendezvényen együtt veszünk részt. Ugye elhangzott, hogy járnak fesztiválokra, vásárokra. Ön milyen tapasztalatokat tudná elmondani arról, hogy mennyire keresik ezeket a tárgyakat, ezeket a hagyományos kézműves tárgyakat, akár ugye a szalmafonásról, akár a fazekasságról beszélünk? Tényleg nagyon sok vásárba megfordulunk az ország minden táján. Talán egy kicsit meghatározó az, hogy hol vagyunk. Hogyha Budapesten vagyunk, akkor ott sok a külföldi, sok a turista. Most, ha a kerámiára gondolok, akkor nagyon szeretik az, hogy a kisebb dolgokat vigyék, az ajándéktárgyakat, mert kicsi helyen elfér, akár repülővel jön, akár a személyi podgyász a csomagjaiba. Tehát ezáltal én... Nekem nagyon sok a kis edényem, tehát a kis dolog, mert ő ezt viszi, sokszor számolja a kezén, hogy hány darabot vigyen, mert mindenkinek szeretne adni, a szomszédasszonynak, a kolléganőnek, a barátnőnek. Tehát mindenképpen az a, nyilván egy gasztronómiai rendezvényen, fesztiválon, ott már inkább a használati edények vannak, tehát a főzés körüli, a sütés körüli, tehát a különböző csészék, bögrék, vagy tehát a tálak, vagy tehát inkább így határol, tehát tudnám ezt mondani. A Túri Fazekas Múzeum udvarán a harmadik alkotóval, a harmadik kiállítóval beszélgettünk, Szabó Zoltánnéval, aki díszítőként dolgozott és dolgozik most is. Hogyan lehetne bemutatni a mesterséget, mennyire tud a díszítő szakma, a szak önállóan meglenni? Könnyen ment, mert a kézügyesség kell hozzá. Nagyon sokan azt hiszik, hogy hát ez milyen könnyű. Én leültem, mint kis gyakorlóként, és akkor próbáltam utánozni a Veresnélsziken én itt, és akkor segített nekem. És akkor nagyon sokan, akik mostan azt hiszik, hogy hát ezt nagyon könnyű csinálni, hát nem. Nem könnyű, mert például, ha írókával, azt is biztos itt látták, hogy a írókával díszítek, annak érzékel kell nyomni az írókát, hogy hát abból úgy jön a festék, hogy a mintát tudjak alkotni belőle. A vésés az megint egy másik eszköz, egy ilyen kampos, az nincs itten sajnos, nem tudom bemutatni, nem tudjuk bemutatni, hogy
az nekem az a kedvencem, de az, szerintem ahhoz nagyobb érzék kell, hogy tudják csinálni, mert az a motivumot bele kell vésni, és ott nincsen lehetőség, hogy elrontom, akkor utána azt nincs lehetőség, hogy kijavítsuk. És a mai fiatalok, sajnos én is tanítottam fiatalokat, nem igazán szerették, nem igazán akartak leülni, hogy hát tanulják, mert ők azt mondták, hogy így vállat húztak, és ők nem igazán akarják, ezt nem igazán szeretnék csinálni. És nem tudom, hogy miért. A mai napra hogyan kerültek kiválasztva az alkotások, amelyikeket elhoztak ide hozzánk, hiszen ön ugye a Takács Eszterrel is dolgozik? Hát a mai napra hát megbeszéltük, hogy milyen dolgokat csinálunk ide, és összeválogattuk a Takács Eszterrel együtt a butykosokat, akkor a tányérokat, akkor a likőrkészletet, tehát ezt együtt terveztük el, hogy mi legyen hozva ide a kiállításra. A megnyitóban elhangzott az is, hogy a fazekas szövetkezetben talán ön is az egyike volt azoknak, akik becsukták az ajtót a szövetkezet mögött. Hogyan emlékszik azokra az időkre, az arra pillanatra akár vissza? Hát amikor utoljára, tehát hárman voltunk, akik becsukták az ajtót, a két főnökkel együtt csuktam, és sírva jöttem el, az biztos. Nagyon nehéz úgy visszaemlékezni rá, mert 36 és fél évet dolgoztam ott egyfolytában. Ha még most is így belegondolok, még most is így sírás környék ez, hogy valószínű, hogyha nem csukott volna be, akkor talán még most is ott dolgoznék, attól független, hogy én már akkor is dolgoztam Takács Eszternél és más fazekasnál is. Ennek a szövetkezetnek egyébként a megszűnése mennyiben nehezítette meg az önök munkáját, vagy könnyű volt átlépni ugye a szövetkezetből a magánjellegű munkák felé? Hát a magánjellegű munkához azért volt nekem könnyű, mert én addig is csináltam nekik. Tehát én nekem nem volt nehéz, mert én addig is dolgoztam Takács Eszterrel, meg Busi Lajossal, meg Nagyné Marikával, tehát én nekem nem volt nehéz. Tehát én már évekkel ezelőtt akkor is csináltam velük ezt a munkát. Inkább az volt nehéz, hogy annyit el kellett jönni, ahogy becsuktuk a kaput. Az nagyon nehéz volt az időszak. Nagyon sokáig emlékeztem, és mondom, mint ahogy most is mondom, hogy ilyenkor ilyen sírás fog el, hogy hát én szerettem volna ott végig ott dolgozni, amellett, hogy ezt segítettem, hát nem hobbiból, mert hát ugye ez nem lehet azt mondani, hogy hobbi, mert ez nekem is megélhetés. A mai napon a Túri Fazekas Múzeum egy újabb kiállításnak ad otthont. Három alkotó, Takács Eszter, Szabó Zoltán és Bencsik Márta mutatkozhat be itt. Hogyan esett rájuk a választás? Milyen a kötődés a három alkotó között? Hát maga a kiállítás ötlete az mondjuk úgy, hogy Takács Eszter és az én beszélgetésemből alakult ki, ugyanis Eszter most már lassan több mint 40 éve dolgozik a szakmában fazekasként. Ráadásul születésnapja is lesz hamarosan, és hát úgy gondoltuk, hogy egy folyamatosan dolgozó, tényleg a városban a szövetkezet felbomlás, illetve a Kft. Felbomlása után is egy önálló műhely továbbvivő ember mindenképpen megérdemli azt, hogy egy kiállítással bemutatkozzon. Eredetileg ez egyébként neki az önálló kiállítása lett volna, de ragaszkodott hozzá, hogy egyrészt mondhatjuk úgy, hogy állandó munkatársa Szabó Zoltánné ebben a kiállításban szerepeljen, és aztán utána pedig egy kézműves társa, akivel hosszú évtizedek óta együtt dolgozik, együtt vásároznak, különböző programokra együtt járnak el, ő pedig Bencsik Márta, aki Öcsödön él, és elsősorban szalmával, szálasanyaggal foglalkozik, hogy azt javasolta, hogy végül is legyen ez egy közös kiállítás. És hát ezt tavaly év folyamán beszéltük meg, és aztán utána pedig ezt a dátumot fixáltuk le. Igazából azért jó egy kiállításnak, vagy tesz jót egy kiállításnak, illetve örültünk annak, hogy végül is egy ilyen közös kiállítás lesz, hiszen ezek a rokon szakmák, abban az értelemben rokon szakmák, hogy a népi kézművesség különböző ágait mutatják meg, ezek igazából jobban értelmezhetők akkor, hogyha közösen jelennek meg. Tehát az, hogy a régi lakáskultúrában, a régi tárgykultúrában ezeknek milyen szerepük volt, egymásra ráerősítve tudják a legjobban megmutatni, úgyhogy
Én személy szerint is mindig pártolom azt, hogyha több kézműveság állít ki, és ez, most ez így jött létre, illetve így valósult meg. A kiállítás felrendezésénél lehet esetleg mondani valami tematikát, ami szerint ez a kiállítás létrejött? Hát annyit mindenképpen meg lehet osztani, hogy gondjaink voltak, nagyon sokáig nem tudtuk eldönteni azt, hogy ugye itt az előbb említettem azt, hogy egymásra erősítenek ezek a különböző műfajok, hogy egy térben közösen jelenjenek meg, tehát úgy, mint hogy mondjuk van egy olyan kis sarok, ahol látható egy ágy két éjjeli szekrényen, ugye ez a Bencsik Mártának, illetve egy asztalos mesternek a munkája, hogy ehhez párosítsuk ki a kerámiákat. És kipróbáltuk először ezt a változatot, de nem igazán mutattak jól. Ennek egy nagyon egyszerű oka van, hogy ugyanis Eszter elsősorban a mezőtúri stílusban dolgozik, és a mezőtúri stíluson belül is váltogatja azt, hogy olyan tárgyakat készít, amik kifejezetten dísztárgyak, tehát már igazából beleférnének ebbe a millióbe, mert hogy annyira díszesek, és vannak olyan kifejezetten használati tárgyai, amelyeknek a dekorja már kicsit eltér ettől a vonaltól, tehát mondjuk a 19. század végének divatjától, illetve vannak olyan munkái is, amik igaz, hogy hagyományosak, de mondjuk úgy, hogy nem az alföldi vonalat képviselik. És amikor kipróbáltuk ezt a változatot, akkor rájöttünk, hogy ez így nem lesz jó, és szétválasztottuk a két műfajt, tehát a nagyobb teremben látható Bencsik Mártának a különböző anyagokból készített, tehát gyékényből, szalmából, illetve csuhéból készített tárgyai, és Eszter által korongozott fülezett és a Szabó Zoltánné által díszített tárgyak pedig egy másik teremben láthatók. A kiállítás meddig látogatható itt a múzeumban, és mi lesz a következő kiállítás? Június 11-ig lesz nyitva ez a kiállítás, úgyhogy várunk mindenkit szeretettel. Most már a nyár nyitvatartás szerint vagyunk nyitva, tehát ez azt jelenti, hogy hétfő kivételében minden nap, tehát vasárnap is nyitva van a múzeum, és utána pedig egy kicsit maradunk még a népművészetnél és a kerámiánál is. Rónai Ágnesnek, egy Budapesten élő nagyon-nagyon jó nevű és nagyon jókezű fazekas nőnek a kiállítása lesz róla. Annyit kell tudni, hogy két évvel ezelőtt az egyik kategóriát, a Badár Balázs pályázatban, mezőtúri pályázatban ő nyerte el a fődíjat, és neki egy önálló bemutatkozása lesz, úgyhogy erre nagyon-nagyon készülünk, illetve az alkotó is nagyon készül. Ez a kiállítás június 17-én fog nyílni, úgyhogy mindenkit várunk szeretettel a megnyitóra is, és aztán utána pedig a kiállításon is. Helytörténeti képeslap kiállítást nyitott a Bodoki Fodor Helytörténeti Egyesület. 40 év gyűjtését láthatjuk, emelte ki Szabó András, az Egyesület elnöke. Én egy különleges évnek tartom ezt a 2017-et, annál is inkább, mert országos szinten is hát jelentős személyiségek és eseményeknek az évfordulója olyan sok, hogy szinte alig lehet követni, és ugyanez az évforduló dömping és halmaz vonatkozik mezőtúra is. Hát az egyik legrégebbi, amelyet mindenképpen említek, ezt Zsolt is már jelezte, ugye a reformáció 500. évfordulója, amely tulajdonképpen a város életére több évszázadon keresztül nagyon komoly befolyással volt. Akkor a következő, amelyet megemlítek, 150 évvel ezelőtt Gyikó Károly alapította az első mezőtúri nyomdát, a másodikat 125 évvel ezelőtt Braun Juda és Doles Géza, és a következő évforduló, amely egyik jeles és híres intézményünk, ugye a Nagykunság első leánygimnáziuma, amely 120 éve alapítatott. És van egy ennél sokkal kisebb évforduló. 40 évvel ezelőtt, amikor a nagymama hagyatékát nézegettük és rendezgettük, a kezembe akadt egy köteg képeslap, madzaggal összekötve, és én amikor ezeket átnézegettem, akkor nagyon rácsodálkoztam néhány régi mezőtúri képeslapra, és
én akkor éreztem, és valahogy úgy megfogalmazódott bennem, hogy nekem ezt mindenképpen gyűjteni kell. Na hát igen nagy lendülettel én ennek hozzá is fogtam, és a 80-as években tulajdonképpen hát az egész országot bejártam. Mindenütt, ahol voltak gyűjtői klubok, voltak országos találkozók, Győr, Szombathely, Szeged, Debrecen, Kecskemét, tehát ezeket mind végigjártam. Aztán természetesen Budapesten nagyon sokat, hiszen tulajdonképpen, ha valaki bármilyen témában gyűjteni akar, tehát a központ, a főváros, tehát ott lehet a leghamarabb ilyen dolgokhoz hozzájutni. Majd a 90-es években ugye megalakultak a különböző árverező házak, ahol nyilvános árveréseken lehetett hozzájutni. Hát voltak érem árverések, bélyeg árverések és képeslap árverések is. Ezeknek a hangulata volt elsősorban, ami úgy megmaradt az emberben. Ott kis táblácskával, ugye amikor megtörtént a kikiáltás, akkor arra lehetett licitálni, és hát vagy sikerült, vagy nem sikerült. Aztán a 90-es évek vég, 2000-es évek eleje körül ezek az árverések, tehát nyilvános árverések ezek megszűntek, és teljesen egy újfajta módozatokat választottak, úgyhogy most már körülbelül 5 vagy 6 ilyen cég van, de már mindegyik csak internetes árverésekkel, tehát elektronikus úton lehet a meghirdetett anyagokból licitálni számítógépes vagy levelezési módszerrel. Természetesen az elmúlt 40 év alatt ugye nagyon sok gyűjtővel és nagyon sok e témával foglalkozó szakemberrel megismerkedtem, és nagyon sok gyűjtőnek mondhatnék köszönetet, de három embernek a nevét mindenképpen szeretném itt megemlíteni. A Bedő József és Kassai Árpád gyűjtőknek a nevét, akik, ha itt voltak tavaly őszi kiállításunkon, mind a ketten személyesen itt voltak jelen. És a harmadik személy, akinek szintén nagyon nagy köszönettel tartozok most, R. Varga László Budapestről, aki egyébként szintén mezőtúri képeslapgyűjtő. A napokban kaptam éppen tőle néhány lapot, és most már az is a gyűjtemény részét képezi. A kiállítás összeállításához próbáltam és egy olyan fajta elvet fölépíteni, hogy tematikus bontásban, ami annyit jelent, hogy kiválasztottam ugye a Kossuth tér és a Kossuth tér körülötte lévő jelesebb épületek, és akkor ezekről majdnem, hogy egy kicsit időrendet is követve, hogy milyen változásokon ment keresztül, mondjuk az elmúlt 100 év alatt. Aztán, ahogy említettem, ugye a reformációra való emlékezésképpen, tehát a református egyház és a hozzá kapcsolódó intézmények és épületek, amelyek szintén képeslapokon megjelentek. Majd egy másik terület, ugye a Szabadságtér, a katolikus templom környéke, illetve hát külön egy blokk a lánygimnáziumnak a történéséhez, és akkor a legutolsó tömbön pedig vannak az úgynevezett vegyes, tehát az előzőkhöz nem igazán illeszthető képek, illetve a mozaiklapok, mert mi ezt csak gyűjtői néven így mondjuk, a mozaiklapok, amelyeken ugye 4, 5, 6, 7 kép részlet látható, hát valamelyik része nyilván kapcsolódhat akármelyik témához, de én azt úgy gondoltam, hogy azt egy külön részbe állítom. Az utolsó tablónak a túlsó oldalán pedig hát a modernebb és a legutóbbi 10-20 évben megjelent
alkalmi levelezőlapok, borítékok, amelyek között szerepelnek olyanok is, amelyeket hát úgymond saját magam adtam ki, terveztem, illetve az alkalmi bélyegzések között is van jó néhány olyan, amelyeket én terveztem, és azok ilyen módon lettek felhasználva. Várostörténeti képeslapokat láthatunk a Petőfi Sándor utca 5 szám alatt a Bodoki Fodor Helytörténeti Egyesület termében. Szabó Andrással, mint gyűjtővel beszélgetünk elsősorban, hogyan alakult a képeslapok felrendezése, és hogyan lehet elképzelni egy ilyen gyűjtést, mennyi munka ez? Hát a képeslapok gyűjtéséhez csak annyit mondok, hogy 40 év munkája. De a 40 év munkája és az, hogy képeslapot gyűjtök, tehát ez nem ilyen egyszerű, mert ez nagyon sok utazással jár, nagyon sok levelezéssel, kapcsolatteremtés ugye a gyűjtők között, a gyűjtőkkel, és hát ezeket folyamatosan tartani és ápolni kellett. És a elrendezése, a gyűjtése közben mindig újabb és újabb érdekes dolgok bukkantak föl, amit hát mint egy gyűjtő ugye alaposan tanulmányoz. Például ilyen szempontból nagyon érdekes az, hogyha ugyanaz a kép, ugyanazt a felvételt ábrázolja két képeslap, de más a felirat, betűtípusa, más a sorszáma, akkor ez egy gyűjtőnek már két különböző lap, független attól, hogy ugyanazt a képet ábrázolja. És ezért is mondtam itt a megnyitó alkalmával, hogy tudok arról, hogy nagyon sok kép hiányzik, hogyha ezeket elemzem és figyelembe veszem. És természetesen a mostani kiállításra, amikor készültünk, hát ez lényegesen megnehezítette tulajdonképpen az anyag összeállítását, mert nem akartam, sok ismétlő anyagot és képet föltenni, hanem mindegyikből csak a legszebbet, vagy a legérdekesebbet. Hiszen van olyan, tudom, például, hogy egy mezőtúri kiadónak alapjait nézem, hogy például a Borbé Gyula egy kép sorozatot legalább 6 féle módon adott ki. Ugyanazt a felvételeket, de 6 különböző változatban és alakítgatásokkal. És hogyha Szabó Andrással beszélgetünk, mint a Bodoki Fodor Helytörténeti Egyesület elnökével, egy nemes felajánlást tett Mezőtúrváros önkormányzatának, mégpedig azt, hogy ennek a kiállításnak az anyagát felajánlja Mezőtúrvárosának. Ezt miért tartotta fontosnak, miért gondolta azt, hogy Mezőtúrvárosánál lesz jó helyen ez a kiállítási anyag? Számos példát tudnék arra mondani, pontosan a elmúlt évtizedek gyűjtői munka tapasztalata alapján, hogy én ismertem és tudok nagyon sok gyűjtőt, akinek komoly gyűjteménye volt. Na most egy bizonyos esemény bekövetkezte után, ezek a gyűjtemények széthullottak. Rácsaptak a kereskedők, az árverezőházak, szétszették, eltűnt, tehát majdnem, hogy követhetetlenné vált. Nagyon sok ilyet tudok. És én viszont azt gondolom, hogy mivel elkötelezett vagyok, én legalábbis úgy érzem a város iránt, hogy semmiképpen ez nem kerülhet máshova, tehát ennek itt kell, hogy maradjon Mezőtúron. És én ezért is gondoltam, hogy ez talán még most, amikor semmiféle kényszer, mindenféle rábeszélés vagy egyéb befolyásoktól mentesen saját magam döntöttem el, hogy én ezt a városnak ajándékozom, és hát remélem és bízom abban, hogy ez akkor így egyben marad, mert ennek az egésznek, és mondjuk jó, most a képeslapokról beszélünk, de én minden más egyéb gyűjteményre azt gondolom, hogy ami Mezőtúrhoz kötődik, annak itt van a helye a városban. És bevezetőjében elmondta, hogy egy családi kapcsolat is fűzi a képeslapokhoz. Lehet-e ajánlani ezeket a képeslapokat, ha tudná, kinek ajánlaná a megtekintését? Na most, ahogy ezt a polgármesternek a levélben megírtam és átadtam, tehát ez
későbbiekben a Városi Helytörténeti Gyűjteménytár anyagát fogja gazdagítani, és innestől kezdve a nyilvánosság felé sokkal nyitottabb lesz és megközelíthetőbb lesz, mint az, hogy én otthon a lakásomban két nagy albumba a polcon tartom, és én úgy gondolom, hogy azok a fiatalok, akik most jelen pillanatban, de még mondhatnám nyugodtan akár a középkor osztályt is, hogyha veszik a fáradtságot, akkor ide a gyűjteménytárhoz, tehát az Egyesület irodájába bejönnek, akkor ezt minden további nélkül megtekinthetik, megnézhetik, sőt, hogyha valaki nagyon komolyan akar vele foglalkozni, akkor akár mint kutatási anyag is a rendelkezésre áll. És ugye ez a kiállítás június 9-ig látható, lehet-e már kiemelni azt, hogy a Bodoki Fodor Helytörténeti Egyesület mind dolgozik a 2017-es évben? A 17-es évben nem tervezünk további kiállítást. Ennek egyszerűen az az oka, hogy az önkormányzat ugye pályázott ennek az épületnek a további felújítására, átalakítására, és itt, hát ez mondjuk egy elég hosszú folyamat, de éppen azért nem akarunk most tovább őszre tervezni, mert nem tudjuk, hogy mikor kell majd pakolni. És ugye ez viszont már tudjuk előre, én legalábbis tudom előre, hogy ez nagyon nagy munka lesz, majd amikor innen mindent el kell szállítani és el kell pakolni. De ezen túlmenően az Egyesületnek olyan, ami majdnem, hogy mindennapos jellegű dolog, a különböző családok történetének kutatása, hát a lámpás újság állandó és folyamatos megtöltése, megjelentetése. Ősszel lesz majd a harmadik csigatészta készítő napunk a közösségi házba. Ez az, amit konkrétan tudok erre az évre vonatkozóan. Kedves nézőink, Önök az Árt Kultúrát látták. Legközelebb június 9-én várjuk Önöket, addig is viszontlátásra!